jelen állapotban még arról sem beszélhetünk, hogy ezeket a csatlakozási tárgyalásokat elkezdjük, mert ez most Ukrajna jelenlegi háborús helyzetében egy nem tisztázott lakosság, terület, gazdaság, törvényi szabályozási rendszer mellett egészen abszurd. Az a baj az egész Brüsszel eljárással, hogy a saját szabályai figyelmen kívül hagyva gyakorlatilag a másokkal szemben támasztott kritériumokat, amelyek a csatlakozási folyamatnak nagyon szigorú és fontos részei, azokat láthatólag az ukránokkal szemben nem akarják fölvetni, vagy nem támasztanak olyan igényeket Ukrajnával szemben, mint a jelenlegi tagjelölt, vagy az utóbbi évtizedekben taggá vált országokkal szemben. Ez egy politikai manőver akar lenni. Ami mögött viszont, ahogy ti is említettétek, nagyon komoly érdekek bújnak meg. Néhány napja bukkantam egy ezzel kapcsolatos megdöbbentő híre. Ukrajna az elmúlt 2 évben kapott amerikai támogatás felét amerikai állampapírokra költötte. Amerikai állampapírokat vásároltak az amerikai segélyből. Többször ellenőriztem a hírt, egészen biztosan így van. Úgyhogy túl a felvásárolt ukrán földeken itt folyik a háttérben egy olyan nagyon piszkos gazdasági játszma, aminek a részleteit csak néha ismerhetjük meg. Most ennek a következményeit, gazdasági következményeit ráterhelni az Európai Unióra, ez már tényleg abszurd.